stúdiónk vendége, Darvas István főrabbi. Már is kérdezem a főrabbi urat, jó napot kívánok. Mi is a héten a heti szakaszunk? Ezen a héten CÁV heti szakaszát olvassuk, de kivételesen maga a szombat nem ezt a CÁV elnevezést viseli, hanem úgy hívjuk ezt, hogy Shabbat HaGadol, azaz a szombat, ami nagy, vagy ha akarjuk, akkor a nagy szombat. Miért hívják ezt nagy szombatnak, ezt a szombatot? A Peszákot megelőzően, még az egyiptomi kivonulásnál volt egy nagy csoda, ami erre a napra datálódott, és pedig az, hogy a Shabbat HaGadolnak volt egy darab micvája, egy darab vallási előírása, még a tóraadás előtt vagyunk, és ez a micva az volt, hogy minden családnak kellett venni egy bárányt, amit aztán a kivonulás megelőzően le is kellett vágniuk. A csoda az több rétegű. Egyrészt ez az egyiptomiaknak egy szent állata volt, de mégsem akadályozták meg őseinket, hogy ezt az előírást teljesítsék. És hát azért az sem egy kis csoda, hogy ezt a szombatot, ezt minden zsidó megtartotta. Azóta sem következett be még ilyen sabbat, és emlékeztet minket arra a csodára, amikor éppen egy adott sabbeszkor minden hitsorsosunk éppen azzal foglalkozott, és úgy, ahogyan kell. De a monda szerint, vagy a legenda szerint majd a messiás is csak akkor fog eljönni, amikor megint egy ilyen nagy szombat lesz, és minden zsidó be fogja az előírásokat tartani, legalább egymás után kétszer. A messiás eljövetelére való elképzelések azok nagyon sokszínűek, és ezek között szerepel ez is, hogyha két szombatot megtart minden zsidó egymás után, akkor automatikusan eljön a messiás, de vannak ettől tökéletesen eltérő víziók is. Ezek között az is szerepel például, hogyha nem tartunk meg semmit. Ez is egy lehetőséget adhat arra, hogy a messiás eljöjjön, és erre különböző álmessiások annak idején a középkorban próbáltak is erre rájátszani, de hát ezzel nem sikerült a messiást elhozniuk. A rabiknak többnyire az a tanácsa, hogy inkább ne is a messiás eljövetelén dolgozzunk, egyszerűen csak tartsuk meg a szombatokat és az előírásokat, a többit bízzuk az örökkévalóra. Ha már a Shabbat HaGadolnál tartunk, akkor milyen heti szakasz lesz felolvasva a Tórából? Ezt a bizonyos CÁV heti szakaszt azért felolvassuk természetesen, ennyire nincsen most a sorsa, és van egy olyan gondolat rögtön az elején, ami Shabbat HaGadolkor is, meg egyébként is mindenképpen figyelemre méltó. Az oltárról, az áldozati oltárról van szó, és azt az előírást kapjuk ebben a heti szakaszban, hogy mindig égnie kellett az oltár tűzének. Mindig ügyelni kellett arra, hogy az a tűz ki ne aludjék. És hát tekintettel arra, hogy lassan 2000 éve nincs oltárunk, ezért a mestereink megtalálták az aktuális vagy aktualizálható jelentését ennek a mondatnak, és arra gondoltak, hogy ez tulajdonképpen igaz az egész szolgálatra. Mindenki, aki az Isten szolgálat útjára lép, és itt nem csak rabikra gondolok, hanem minden zsidóra, aki bármilyen viszonyt is ápol a saját hagyományrendszerével, annak meg kell próbálnia ezt a gyakorlatot úgy végeznie, hogy ez a bizonyos tűz ne aludjon ki soha, azaz ne valamilyen rutinból elvégzett cselekedet vagy cselekmény sor legyen az, amit ő vallásgyakorlat címen művel, hanem próbálja meg, ha máshogy nem, a lelkesedésnek a tüzét folyamatosan fenntartani, hogy mindig megújulva szellemben és lélekben álljon oda az örökkévaló parancsait teljesíteni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogyha valaki éppen nem lelkes, vagy rossz hangulatban van, akkor ne vonatkoznának rá az isteni parancsok. Inkább fordítanék ezen, hogy az embernek mindig meg kell próbálnia valami plusz energiát előhívni a lelkéből, hogy a lehető, a körülményekhez képest a lehető legnagyobb lelkesedéssel végezze a szolgálatát. Hogy készül a Bét Jehuda zsinagóga, vagy lánykori nevén a Rabbi Képző Intézet tanzsinagógája a Shabbat HaGadolra, a nagy szombatra? Ez a mi Shabbat HaGadolunk, ez most egy ilyen különleges Shabbat HaGadol lesz, mert egy kedves fiatal hitsorsosunknak éppen a héten volt a körülmetélése, és most lesz az első alkalom, hogy utána a zsinagógába is ellátogat majd, és ott a túránál nevet kap majd. Tehát a nevet azt már megkapja a Brisznél, de hogy ilyen ünnepélyes körülmények között nevet kap. Hát emellett ugyanazt tesszük, amit minden közösségben imádkozni fogunk, és annak reményében, hogy ezek az imáink meghallgatásra kerülnek, és a hamarosan kezdődő Pesach az mindenkinek azt hozza el, amit vár vagy remélettől az ünneptől.
Hány órakor kezdenek péntek este? Péntek este 6 órakor, szombat reggel 9 órakor fogunk kezdeni, mindenkit nagy szeretettel várunk. És tulajdonképpen olyanokat is várnak, aki általában más zsinagógába imádkoznak, vagy ha valakinek kedve szottyan egy igazi sabati hangulatra. Azokat, akik más zsinagógában imádkoznak, azokat nem várjuk, mert az mindig rosszat jelent, hogyha olyanok érkeznek, esetleg valami konfliktus van, tehát nem, nagyon szeretjük őket, de nem várjuk. De azokat, akik esetleg nem, vagy csak ritkán mennek zsinagógába, azokat természetesen nagy örömmel a törzstagjainkon kívül. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy a szokásos köszöntéssel, a Shabbat Shalommal búcsúzzunk. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Az elmúlt percekben Darvas István főrabbit hallottuk. Készületek a CÁV heti szakaszra, illetve a Shabbat Hagadolra. Köszönöm, hogy minket választottak. Hamarosan visszajövünk. A viszontlátásra. Shabbat Shalom.